Élőzenei program és szakmai eszmecsere is várt a régi fafúvós növendékeire és tanáraikra a múlt hétvégén. Mindenre a 2016 óta regionális fafúvós találkozó névre keresztelt rendezvény részeként került sor, amelyet immáron 11. alkalommal rendeztek meg a Sándor Frigyes alapfokú művészeti iskolában. A kezdeményezés részleteiről az intézmény kommunikációs munkatársa Kós Balázs Eszter számolt be. A Dunaheves Sándor Frigyes alapfokú művészeti iskola már 11. alkalommal rendezi meg a fafúvós találkozót, ami arról szól, hogy a régióból, a régió művészeti iskoláiból érkeznek fafúvós növendékek tanáraikkal. Mindig van egy meghívott szakértő vendég, az idén Kadácsi Tamara, a Székesfehérvári Hárman szakgimnázium és alapfokú művészeti iskola klarinét tanára, és akkor ez tényleg egy olyan intenzív együttlét, amikor a növendékek az elején előadják a produkcióikat, ezt követi egy ilyen kis büféjebéd, egy kötetlen beszélgetés, majd ezek a növendékek, tanárok elvonulnak vissza ide a kamaraterembe, és lezajlik egy ilyen szakmai konzultáció mindenki építésére, épülésére. Kós Balázs Eszter elmondta, a rendezvényen hallott dalok egytől egyig a zenészek és felkészítő tanáraik által választott zeneművek. A felkészítő tanárok egyértelműen, tehát nincsen műfaji megkötés különösebben. Nyilván itt a klasszikus zene az első, de vannak azért jazzbe hajló produkciók is. A rendezvény kiváló hangulatban telt. Ennek apropóján Kós Balázs Eszter elmondta, minden alkalommal öröm, amikor a zenekedvelő közösségek egy-egy közös rendezvényen mutathatják be a tehetségüket.